A betű öl, a lélek pedig megelevenít. Gyakran találkozunk ezzel a résszel, ugye a Bibliából, sokan idézik, utóbbi hónapokban sokszor írták YouTube-on, kommentekben, meg e-mailben az emberek azt, hogy ne a szentiratokban keressétek az örök életet, mert ahogy Krisztus mondta, a betű öl, a szellem pedig megelevenít. Az atya olyan imádókat keres, akik szellemben imádják őt helytől függetlenül. Tehát magyarán létezik egy ilyen hamis tanítás a kereszténységben, és az emberek ezt tükrözik vissza a kommentjeikben, mely szerint az új szövetségnek a sorai is, az is a betű, és az is öl. Viszont ha megnézzük ezeket a részeket az írásban, akkor egyértelművé válik, hogy miről is van szó, hogy mit jelent a betű, betű öl, és mit jelent a lélek, ami megelevenít. Ige ez az ominózus ige rész, ugye ez a 2 Korintus 3-ban található, 6. résznél, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűi, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Viszont elolvassuk már csak ezt a 2 Korintus 3-as részt az elejétől, már akkor egyértelműen az ige saját magát megmagyarázza, és láthatjuk, hogy a betű az nem más, mint az ószövetségi törvény, a lélek pedig az új szövetség. 2 Korintus 3 elején írja, hogy mondja Pál, hogy meglátszik rajtatok, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívhús tábláira. Itt is ugye már párhuzamban van állítva a törvénykorszak, a kegyelem korszakával. A törvény parancsai, ugye a kegyelemnek, a új szövetségnek a parancsaival. És akkor ugye jön az előbb említett 6-os vers, és ha tovább olvassuk a 7-est, azt mondja, hogy ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes arcának elmúlt dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Tehát itt is látjuk, hogy a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata. Tehát ezért hívja az írás betűnek, a betű öl, mert ugye az ószövetség parancsolja, 10 parancsolat, ugye kőbe lett vésve betűkkel, ezt kapta meg a Mózes a hegyen. Tehát az ószövetségi törvényekről van szó, a 10 parancsolatról is, meg az összes többiről, ugye a több mint 600 parancsolat törvény volt a zsidóknál a törvénykorszakban. De hogy ez is nyilván az Istennek az igazságait tükrözte, és hogy arról beszél, hogy ez is ugye dicsőséges volt, akkor ezek után az új és jobb szövetség mennyire inkább dicsőséges, amit ugye a léleknek hív így azért, mert ugye a Istennek a természetéről, Istennek a szeretetéről szól, Istennek a szeretetéből indul ki ugye a új szövetségnek a parancsolata, és ugyanúgy, hogy az ószövetségi is, tehát ha megnézitek a 10 parancsolatot, mindegyik az Istennek a szeretetéről szól. Ugye, hogy ne legyenek más isteneid, ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj, stb. Stb. De hogyha hozzánézünk még más igéket, ami ezzel kapcsolatban beszél a betűről, például Róma 2:27, és a természettől fogva körülmetéltelen ember, ha a törvény megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetéket is mellett is a törvényeknek megrontója vagy. Tehát itt is már a törvényt a betűvel összepárosítja. Aztán a 2:29-ben, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Tehát ugye a lélek ugye az a új szövetség. Itt ugye Pál arról beszél, hogy ki az igazi zsidó, a szellemi zsidó, aki ugye nem fizikailag metéli körül magát, hanem a lelkét, a szívét, az akaratát aláveti Istennek, és így mind képetesen körülmetéli, és nem szó szerint, betű szerint veszi ezt, hanem ugye ez a lélek szerinti körülmetélés. Azért is mondta ugye már az ószövetségben is, amit a zsidó levélben is idéz Pál, hogy ezt mondja az Úr, az törvényemet elmélyükbe adom és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát ugye itt nincsenek már fizikai kőtáblák, hanem ugye a Krisztusnak a beszédei, az engedelmességre, a szeretetre buzdító beszédei, azok a parancsok, összefoglalva egy szóban a szeretetnek a parancsolata van érvényben, ebbe bele van foglalva minden. Róma 7-ben is szintén azt mondja Pál, hogy most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű újdonságában. Tehát itt is a törvény a betűvel össze párosítja, a lélek ugye az meg egyértelműen az új szövetségről szól, a kegyelemről, az engedelmességről, a szeretetről. Ez ugyanolyan, mint ugye amikor a Róma 8-ban Pál gyönyörűen leírja, hogy a test szerinti élet,
az utálatos Isten előtt, az halálra visz, a lélek szerinti pedig ugye örök életet ad. És pontosan emiatt mondta Pál is, ez egy nagyon szép rész. Galata 2-ben azt mondta Pál, hogy mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztus együtt megfeszítettem, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És ugye másféle Filippibe is mondta, hogy ugye, hogy amik neki egykor nyereségek voltak, azokat kárnak ítélte Krisztusért. De neki az élet Krisztus és a meghalás nyeresége, vagy nekünk is. Tehát a Galata levélben arról beszél Pál itt, hogy a törvény által meghaltam a törvénynek, tehát hogy Pál felismerte, hogy a törvény megöli őt, elkározik tőle, tehát azért, mert a törvény betartása önmagában Krisztus nélkül nem ad örök életet, ugye? Ezt teljesen egyértelmű az írásból, ez egy alaptan. Magyarán megöli őt, mert kihagyja a megváltót a képletből, úgymond, és Krisztus nélkül akar üdvözülni, meg amúgy sem lehet a törvény megtartani, senki emberfia nem volt, aki tökéletesen egész életében megtartotta volna a törvényeket. Tehát ezért Pál felismert, hogy a törvény ugye Krisztus a vezérő mester, hogy ez írva is van, és ezért, mivel ezt felismerte, így a törvény ugye megölte őt, mert felismerte, belátta Pál, hogy ezt ő nem fogja tudni betartani, és ezért inkább meghalt a törvénynek, ami azt jelenti, hogy elhagyta a törvényt, és Krisztus kezdte követni, és őt kezdte prédikálni és tanítani az embereknek. És ezáltal vált élővé, azért mondja, hogy Krisztus megelevenítő lélek, tehát ő egy, aki Krisztus követi, az megelevenedik, élővé fog válni, akár törvénybe tartó zsidó volt, halott volt Isten előtt, és így élővé válik, akár pogány volt, akik szintén Isten nélkül éltek, azok is élővé válnak, ahogy Krisztust választják. Bocsánatot kérnek a bűneikért, és Krisztus kezdi követni, így élővé válnak, tehát Krisztus megelevenítő lélekké válik az ő szemükben, az ő életükben. És azért Pál is ugye ezt elhagyta, és végleg Istennek élt, Krisztus szolgálta, megfeszítette magát ugye a betűnek, és élt a léleknek. Tehát a lélek ebben a 2 Korintus 3-ban a lélek az új szövetséget jelenti, ezt le is így, az új szövetség szolgái legyünk, ugye nem betű, hanem a léleké, a betű megerődik, pedig megneveli, tehát a betűt azt nem lehet az új szövetségnek a beszédeire, Krisztus beszédeire kiterjeszteni, az kizárólag az ószövetségről szól, a törvénykorszakról, a törvényparancsairól. És a 2 Korintusban még ugye, ha tovább olvassuk a 3. fejezetben, hogy ugye az Úr pedig a lélek, és hol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát, hogy a lélek szó itt azt jelenti, hogy aki az Isten természete szerint él, szeretetben, a Krisztus követve, a Krisztusnak szót fogadva, az az Úrral egyesül, ahogy írja máshol is, hogy az Úrral egyesül, az egy lélek lesz ő vele, tehát egy lelkedben lesz ő vele, ugyanabban a szeretetben fog élni, úgy, mint az Atya is tulajdonképpen. És ahol az Úrnak lelke, magyarán, ahol amelyik ember az Isten lelkölte, Isten természete szerint él, az szabaddá válik az Isten ítélete alól, mert ugye kegyelem alá kerül. Tehát szabaddá válik a károsztatást az örök szenvedéstől, és Isten országában élhet örökkön örökké. És ahogy Pál is ugye meghalt a törvénynek, és Krisztusnak élt, nekünk is Krisztusnak kell élnünk, mondja is a Róma levélben, hogy ti is testvéré meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, tehát nekünk is igenis az új szövetséget olvasnunk kell, és kérni az Atyától, hogy ő utassa meg az összefüggéseket, az igazságokat, és leplezze le a hamis tanokat, amik a kereszténységben hemzsegnek sajnos, mint például ez is, ugye, hogy az új szövetség is a betű, ami megöl. Ugye az elején idéztem, ahogy kezdtem, az is egy idézet volt egy kommentből. És természetesen ez szorosan kapcsolódik, ugye, hogy szellemben és igazságban imádják az Atyát, meg hogy ki nem születik víztől és szellemtől, tehát ott is ugye nyilván szent államságunk kiindulva a szent szellemről beszélnek, de ott sem arról van szó, hanem a víz ugye az Isten beszédét jelképezi, tehát aki nem az Isten beszédét olvassa, ami szintén ugye az egész írás, az új szövetség is, hiszen maga megváltó mondta, hogy amit én mondok, azt az Atya mondta nekem, tehát amiket a Krisztus elmondott, és mi olvassuk, az az Atyának az igéje, az Atyának az akarata, a beszéde. Ez a víz is, aki ez szerint éli az életét, ugye alámerítkezik fizikailag is, meg ugye lelkileg is átvitt értelemben az Isten beszéde alá veti az életét, és ugye lélekben, tehát hogy az Isten természetében, lelkületében él, és így imádja az Atyát, ami nem egy ilyen hajbókolos imádat, ugye amit látunk a kereszténységben, hanem
hanem szinten imádkozzatok részt megmagyarázva, és ugye ez is azt jelenti, hogy szüntelen engedelmességben él. Tehát szüntelen az egész élete egy aktív, cselekvő, szerető, másokat segítő, engedelmes életmód, dicsőséget hozva így az atyának és a fiúnak, tehát ezt jelenti ez a víztől és lélektől újjászületni, ugye újra formálódni az életünket, és hogy szellemben kell imádni, tehát lélekben, Isten természetében kell imádni az atyát. Nagyon szorosan összefüggnek ezek a hamis tanok, de nagyon könnyen eleplezi az atyánk. Ezeket csak kicsit olvasni kell az írást. A Bibliát olvassátok, erre buzdítunk mindenkit. A legjobb fordítás, ami elérhető, az a Károly Revidiát, ezt is többször elmondtuk már, hiszen abból a leghitelesebb görögből lett fordítva, ami létezik, és ami passzol az Isten igazságaihoz. Olvassátok az írást, és az maga az Atya meg fogja nektek mutatni, le fogja leplezni a kereszténységnek a hamis dogmáit, és mellette megmutatja az igazságot. Csak kérlehetőnek kell lenni, és alázattal kell hozzáállni az írásokhoz. Ahogy a bérebeliek is tették, az egy nagyon jó példa. Ehhez a hamis tanhoz is szorosan kapcsolódik még az, hogy ugye, hogy sokan tanítják, hogy hallani kell a Jézusnak a hangját. Mert ugye hát a betű öl, tehát nem kell olvasni a Bibliát, hanem ugye hallanunk kell a Jézus Krisztusnak a hangját, hogy majd ő tanít. Ugye vannak kifejezetten ilyen már magyarra fordított tanítások is, akik erről beszélnek, hogy a Biblia az a sátán hazugsága, azt nem kell olvasni, és csak hallani kell a hangot, de óva intünk mindenkit ettől, hogy erre vágyjon, mert senki nem tudja megállapítani 100%-os bizonyossága, hogy az a hang az, amit hall, hogy az tényleg a megváltó-e, vagy az isteni, Istennek a hangja, vagy az ördögnek egy bukott angyalának a sugdosása, vagy egyszerűen csak a saját elménknek a gondolatai. Tehát az Isten nem használ ilyen eszközöket, amikről mi nem tudjuk megállapítani, hogy kitől van. Ő mindig egyértelművé teszi, hogy mi az, ami tőle van, mi az, ami nem. Úgy, például ugye a jeleknél is, hogy előre megmondta az Isten mindig, hogy mit fog tenni, mi fog történni, és az úgy is történt. Tehát mindenki tudhatta, hogy az Istentől van. Nem úgy, mint a kereszténységben, hogy mindenféle jeleket látnak, aztán utána találgatnak, hogy ez vajon mi lehet. Tehát ugyanígy ez a hangokat hallok dolog is, ezzel is nagyon óvatosan kell bánni. Ezt az írásban nem látjuk egyáltalán, hogy az Isten így vezette volna az övéit. Nyilván az más, amikor az írásból följönnek erőteljesen a gondolatainkba igék, vagy az Isten álmokat ad, és akkor azon keresztül tanít, vagy egymáson keresztül tanít, vigasztal. De ez a hangokat hallok, ez sajnos ez ilyen emberekkel tele van, ugye az elmegyőrintézet. Ez egy nagyon becsapós tévút. Azt javasoljuk inkább mindenkinek, hogy olvassátok az írást, és higgyétek el, a csodálatos élmény, amikor az Atya összeteszi a fejetekbe a összefüggéseket, és az egy olyan érzés, ez egy olyan egyértelmű dolog, hogy amikor így összeáll és bevillan, hogy az egyértelműen tudni fogjátok, hogy az Istentől van. Tehát tulajdonképpen ez a tan is, hogy nem kell olvasni az Ószövetséget, mert az betű és az öl, meg hogy csak a Jézus hangját kell hallani, ezzel is tulajdonképpen egy ilyen látszat szabadságba ringatják az embereket, abba viszik bele őket a kereszténységben, hogy szabadok vagyunk, ugye hát Krisztusban szabadság van, azt csinálunk, amit akarunk. Már a Bibliát se kell olvasni tulajdonképpen, hogy nehogy a Biblia Istennek a beszéde, a Krisztusnak a beszéde, ugye a szeretetnek és az engedelmességnek a beszéde, a Krisztusnak az élete, hogy ne az legyen a példa, ne az legyen a mérő zsinór, ugye, hanem az, amit mi akarunk, ugye, mert szabadság van, azt csinálunk, amit akarunk. Ugye ez is egy veszélyes része ennek a tannak, ahogy sok más keresztény hamis dogmának is megvan ez a veszélye, hogy ilyen álszabadságot ad az emberek lelkébe, szívébe, a tudatába. Ugyanígy ez a, hogy hallani kell a hangot, és majd az Isten vezet, és megmondja, hogy mit csináljunk, a bennünk lévő szent szellem megmondja, hogy mit csináljunk, stb. Tehát ezek szorosan összefüggenek, és az embereket tényleg egy ilyen álszabadságba ringatják bele, holott ugye az írás azt mondja, hogy igen, valóban az igazság szabaddá tesz minket, Krisztusban szabadok vagyunk az ítélettől, az Istennek az ítéletétől vagyunk szabadok a kározattól, de onnantól kezdve Krisztushoz fordultunk, Krisztust akarjuk követni, már nem csinálhatunk azt, amit akarunk, hanem az Isten akarata alá kell vetnünk az életünket. Meg azt is ugye mondja Pál, hogy a szabadság ne legyen ürügy, ugye, hogy valóban szabadságra hivattunk el, de ez nem szabad visszaélni, tehát ezért is veszélyes ez a tan, hogy az Új Szövetségnek a betűi, úgymond a igéi, azok
azok ölnek, és azért nem kell olvasni, hanem csak elég csak imádkozni, meg megvallani az Úr Jézus Krisztust, ugye a szánkkal, meg elmondani a megtérő imáját, és akkor már minden rendben van. Ez egy hazugság, hamistan. Szeretetben kell élnünk, meg is kell élnünk a Istennek az igazságait. A Krisztus követés az erről szól, ahogy le is van írva, hogy aki engedelmeskedik, aki szót fogad, Krisztus választja, annak úgy is kell élni, ahogy ő, ahogy ezt bemutatta az életében a megváltunk. Tehát igenis a mérce az a Krisztusnak a tanításai, a beszéde legyen az új szövetség, mert abban benne van minden válasz, minden életszituációra ott van a válasz, és az Isten fel tudja hozni ezeket az igéket. Ezen keresztül tud a lelkismeretünk is aktívabban működni, és jelezni, mint egy vészharang, hogyha valamit esetleg rosszul gondolunk, vagy rossz irányba akarunk menni, ami nem áll meg az Isten előtt. Tehát igenis, ha valaki olvassa az új szövetséget, azon keresztül az Isten tudja őt tanítani, formálni. Az egész az Istennek a természetéről, a szeretetéről szól, ezért ezen keresztül tudjuk ezt elsajátítani, és tudunk az Isten lelkületében élni, az Isten beszéd alapján, ugye ez a lélek és a víztől való újjáformálódás. Tehát még egyszer, a betű öl, az ószövetségi törvény, a lélek megelveit, az pedig az új szövetségnek a szeretet és az engedelmességnek a parancsa, mint a Krisztuson keresztül az Atya adott emberiségnek a kegyelmét. Köszönjük a figyelmet!